meggyőződése is hazugságra ébredt a Fidesz azoknál az iskoláknál, amelyeket felszerettünk volna újítani, de a Fidesz kormány megakadályozta, azoknál egy hazug plakátot helyeztek el, ráadásul név nélkül, tehát még azt se tudjuk mondani, hogy a Fidesz, bár ki a fenének lett volna ennyi pénze arra, hogy ismét gyűlölködő plakátokat helyezzen el három olyan iskolánál, amelyre uniós pénzből lett volna lehetőségünk felújítani. Amikor átcsoportosítást kértünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, akkor 2 évig nem engedélyezte a Fidesz kormány ezt az átcsoportosítást. Tavaly szeptemberben adták meg abban a reményben, hogy akkor már nem fogjuk tudni megcsinálni. Ráadásul utána kiírtuk a közbeszerzést újra, mert a régi árakkal már a régi vállalkozók, a régi eljárásuknak a vállalkozói azok már nem vállalták, mert 2 év alatt az árak úgy felmentek, hogy ők visszaléptek a megvalósítástól. Akkor ezt a folyamatot akadályozták. Érdekes módon önmagában a új pályázatnál is több száz tisztázó kérdés érkezett, vagy több mint 100, az biztos. Ez is elég gyanús, hogy itt akadályoztatás volt a valódi szándék. De ami még feltűnőbb az az, hogy a két éves projektakadályoztatás után a közbeszerzésünket normál esetben a miniszterelnökséghez, a kormányhoz tartozó közbeszerzési felügyelet, vagy felügyeleti főosztály, KFF, normál esetben 15 nap alatt kiad egy tanúsítványt, nekünk soha nem adta ki. Több mint 3 hónapja vártunk rá. Volt vállalkozó, aki azt a felelősséget is átvállalta volna tőlünk, hogyha a november 30-as befejezési határidőre, amikor az uniós pályázattal el kellett volna már számolni, illetve bezárni, és december 31-re elszámolni. Tehát még azt a felelősséget is vállalta, hogy ő megcsinálja az egészet, és hogyha az unió nem fizet, akkor ő benyeli az egész több 100 millió forintos, 600 millió forintos költségét is ennek a felújításnak, és ennek ellenére a Gulyás Gergelyhez tartozó közbeszerzési főfelügyelet, a felügyeleti főosztály, a KFF soha nem adta ki azt a tanúsítmányt, ami nélkül nem tudtuk lefolytatni a közbeszerzésünket. Tehát a kormány akadályozta meg, nem mi. Érdekes módon azokat a projekteket, amiket mi csináltunk, városháza felújítás, új bölcsőde megépítése, kemping megépítése, csúszda megépítése, ezeket meg tudtuk csinálni időben. Most is számos beruházásunk zajlik, éppen folyamatban van. Ez, amit a kormány meg tudott akadályozni, ez sajnos valóban megállt. Úgyhogy a Fidesznek köszönhető az, hogy a tankerületek és a kormány fog többet fizetni energetikára, energiaszámlákra, azért, hogy ez a beruházás elmaradt. Így a Nádor utcai, Klauzál utcai, Szent István utcai iskolák kizárólag a Fidesz kormánynak köszönhetik, hogy az erre rendelkezésre álló uniós pénzt sem engedte a kormány elkölteni nekünk, mi felújítottak volna. Ők hazudoznak, de a hazugságból eddig is sok választást megnyertek már. Ez egy következő kísérlet arra, hogy Hódmezővásárhelyen az emberek Lázár János szavaival élve alaposan gondolják meg, hogy rám szavaznak-e, mert mint látszik, a kormány tud akadályozni bizonyos fejlesztéseket. Mi azonban azt is tudjuk, hogy a vásárhelyieknek nem ezek voltak a legfontosabb fejlesztések. Ők nem akartak terrorban élni, szabadságot akartak, nem akartak korrupcióban élni, hanem tisztességes beszerzéseket akartak, nem akartak szegénységben élni, azt akarták, hogy szüntessük meg a Fidesz Lázár Jánosék által rájuk kivetett országosan legmagasabb építményi adót, helyi adókat, nem akarták azt, hogy a vállalkozókat ne fizessék ki, mi napra készen fizetünk, szabadon fejlődő várost akartak, mi azt adjuk nekik, és hogy valami pozitívval fejezzük be, a gyűlölködő plakátok ezen a gyönyörű, hangulatos Hódmezővásárhely újvárosi utcában vannak. Nem csak a régi iskola épület, hanem ez egy gyönyörű, szép templom. Adjon önöknek erőt, esélyt, ez egy 100-120 évvel ezelőtt épült templom, és jelképezi azt, hogy Hódmezővásárhely szabadon tud fejlődni, akkor mik ilyen csodákra képes. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy önök is szeretetben, békességben és nyugalomban szeretnének élni, és nem fogják tűrni az hasonló névtelen, gyűlölködő hazugságokat. Legyen önöknek is szép napja, csodálatos időjárásunk van, Hódmezővásárhely ősszel is gyönyörű, és mi továbbra is fejleszteni fogjuk a várost, a hazug, gyűlölködő